köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Ragocs Erita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A magas hozamok vezérlik a népszerűséget, új értékpapírokat bocsátott ki az állam. Tervek Tamásiban, 40 éves a település. Halhatatlan példaképek, olimpiai bajnokok látogattak Szekszárdra. Állatorvosi tanácsok, a hideg időjárás hatásai az állatokra. Az utóbbi hónapok sláger megtakarítási terméke az állampapírok, amelyeket közvetlenül a Magyar Államkincstártól is megvehetünk online. Tavaszi Zsolt, államháztartási és pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős elnök helyettes urat kérdeztük, hogy a Magyar Államkincstár új online felületének köszönhetően mennyivel több a számlanyítás Tolna vármegyére bontva is. December 11-én indultunk az új online értékpapír számlanyítással, illetve az új felületekkel, és nyilván minden indulásnak velejárója, hogy vannak apróbb, kisebb, nagyobb hibák, és ezeknek a kijavítása történik, de azt lehet mondani, hogy ezen a stabilizációs időszakon lassan túl vagyunk, és hát ezen időszak alatt, tehát ezen egy hónap alatt mondjuk több mint 12 ezer ügyfél nyitott már számlát így online módon, és ezeknek az ügyfeleknek a 2%-a Tolna vármegyei ügyfél volt. Az elnök helyettes többek között azt is elmondta, hogy 2023. évben mennyi pénzt fektettek be állampapírba Tolna vármegyeiek. Tolna vármegyei ügyfelek az elmúlt évben, 2023 évben, év végére közel 100 milliárd forint, 98 milliárd pontosabban ennyi megtakarítások tartottak állampapírban kincstári számlákon, és körükben a legértékállóbb, a prémium magyar állampapír volt a legnépszerűbb. Ennek az állománya a teljes vármegyei ügyfél állománynak a több mint kétharmada, 67%-a, 65 milliárd forintot tett ki. Tavaszi Zsolt beszélt arról is, hogy mely állampapírok a legnépszerűbbek. Sokan keresik azt a lehetőséget, hogy a megtakarításaikat a lehető legjobb helyen tudják, és egy biztos készpénzben vagy lekötés nélküli folyószámlán nyilván nem érdemes tartani a félretett pénzünket, mert folyamatosan veszít a vásárló erejéből, és hát ez a lakossági állampapír, amit a kincstár is kínál, több szempontból is előnyös befektetés, egyrészt kamatadómentes, számos futamidő kamatozás közül választhatunk, alacsony kockázatú, hiszen az állam garantálja ennek visszafizetését, illetve a hozam megfizetését, és bármikor eladható, tehát forgalomképes. A magyar értékszámlanyítás és állampapír vásárlás előnyei az azonnali díjmentes online számlanyítási lehetőség, díjmentes a számlavezetés, modern és biztonságos online felületet használhatunk, napra készen kezelhetőek a befektetések, a lakossági állampapírok kiemelkedő hozamuk biztosított, a tőke és a kamatok kifizetésére az állam vállal garanciát. 2024 különleges év Tamási város életében, mivel 40 éves lett a település, ez alkalommal indult el egy programsorozat. A Művelődési Központ mozgalmas eseményeket vitt a kisváros életébe 2023-ban. Az idei év is számos lehetőséget tartogat. 40 éves a város, ez meghatározza az idei programsorozatot. Minden ősszel már készülnek a következő év tervezetére, és bővítik a kört, hogy szélesebb kínálatot tudjanak nyújtani a palettán. A várható eseményekről nyilatkozott Cink Judit igazgató. Ugyanúgy megrendezésre kerülnek színházi előadások, kiállítások, gyermekprogramok, gyermekkoncertek, közösségi programok, olyan mondhatni azt városi találkozási alkalmak, amelyeken munkahelyi közösségek, baráti társaságok, számos olyan művészeti csoport is megjelenik, amelyek tulajdonképpen a bázisát adják az intézményen túl
a helyi gazdag kulturális programnak. A programsorozat első rendezvénye Emlékszilánk a képekben címmel indult, melynek helyszíne a Könnyű László könyvtár volt. Aztán az Én Városom című képzőművészet és rövidpróza írópályázat eredményhirdetése, majd kiállításának megnyitója történt a Művelődési Házban. Majd egy nagyszabású gálaműsor következett, protokoll vendégekkel, a város lakóival és színvonalas fellépőkkel. 2024 még több és színesebb rendezvényt kínál az előző évekhez képest. Most rövid híreink következnek. Január 20-án 10 órától írnak központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkező diákok, közölte az Oktatási Hivatal. Szombaton 537 helyszínen több, mint 72 ezeren felvételiznek. A 9. évfolyamra felvételizők írásbeliére több, mint 55 ezeren jelentkeztek. A 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin több, mint 10 ezeren, a 8 évfolyamoson közel 7000 gyermek vesz részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak. Egy online közvetítő cég szerint 400 ezeren is lecserélhetik lakásbiztosításukat márciusban. A társaság közleményében kiemelte, az évforduló mindig fontos mérföldkő az indexálás miatt. A díjak számos szerződés szerint az éves átlagos infláció mértékével emelkedhetnek, ez pedig most majdnem 18%-os növekedést jelentene. Az idei év különleges a piacon, mert az eddigi szabályozás megváltozik. Az adott lakásbiztosítási szerződés évfordulója mellett márciusban is fel lehet mondani a meglévő szerződést, és minden egyéb kötelezettség nélkül lehet másikat kötni. Kapacitásbővítő program indult 5 milliárd forint keretből a leghátrányosabb helyzetű 4 régióban, köztük Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon működő kis- és középvállalkozásoknak. Jelentette be Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Elmondta, a támogatásból a vállalkozások bővíthetik a foglalkoztatottak létszámát, segítséget kapnak a zöld és digitális átálláshoz. Hozzátette, számításuk szerint az 5 milliárd forint keret mintegy 2000 új munkavállaló foglalkoztatásának támogatását teszi lehetővé, emellett eszközfejlesztésre is lehetőséget ad. Egy új foglalkoztatottra összesen mintegy 2,5 millió forint támogatás érhető el fél év alatt. Halhatatlan példaképek, akik sporttörténelmet írtak címmel rendezett szakmai programot a Szekszárdi Mátyás Corvinus Kollégium képzési központja. Előadást tartott Dunai Antal és Hegedűs Csaba, legendás olimpiai bajnokok. Két nagy nevű, egykori sportoló látogatott Szekszárdra, hogy pályafutásukról beszéljenek. Egyikük Dunai Antal, legendás labdarúgó és edző. Pályafutását Baján kezdte, majd az Újpesttel sorozatban 7-szer nyerte meg az első osztályú bajnokságot. 3-szor volt gólkirály, 1967-ben az európai ezüstcipőt is megszerezte. 1968-ban olimpiai bajnok lett a válogatottal. Jött Mexikóba az aranyérmem, 68-ban. És 72-ben félidőbe, Münchenbe a lengyelek ellen vezettünk. Tehát még aranyérmes voltam félidőbe. Olyan közel voltam a 3 olimpiai éremhez, hogy szinte hihetetlen. Amilyen közel voltam, hát meg lehetett volna, mind ahogy nincs. Hát így is meg vagyok elégedve, tehát nem azért mondom, úgyhogy azért mindenféleképpen nagy öröm volt ott lennem. Dunai Antal elmondta, az egyéni teljesítménye miatt sok külföldi sztárcsapat figyelte őt. A Barcelona leszerette volna szerződtetni a magyar csatárt, azonban az akkori politikai helyzet ezt nem tette lehetővé. Később a katalán klublegenda Kubala László segítségével mégis kijutott Spanyolországba, ahol edzőként több csapatot is irányított. Az egykori játékos és edző a mai magyar labdarúgásról is elmondta a véleményét. Van még egy pár játékos, de még több Szoboszlai kellene. Több Szoboszlai, minden poszton, olyan helyeken, ő jó, nagyon jó, akart lenni, volt ambíció, látszik, családi, hogy is hívják is van, hogy tehát eltökélte, ahogy az előbb beszéltünk, hogy én minden áron jó focista akarok lenni, válogatott, profi játékos, stb. És még ami vár rá. Hegedűs Csaba, olimpiai, világ és kétszeres Európa-bajnok birkózó, mesteredző, sportdiplomata. Úgy fogalmazott, az ő sikereik a mai értékvesztett világban példát mutatnak. Kiemelte, a magyarságunkra mindig büszkének kell legyünk.
versenyzőként a Mr. Tusra, a Szófiai Világbajnokságra, a 100. Magyar Olimpia Aranyéremre Münchenben, és hát egy súlyos baleset követőleg még 2 Európa Bajnokságot 2 súlycsoportban nyertem. Edzői munkámban azt gondolom, hogy a 4 aranyéremmel hazajött San Diego-i csapat kocsis Rácz Lajos, Tóth Istvánnal az élen, Növényi Norbi ezüstérmével azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres világbajnokság volt. Dunai Antal és Egedűs Csaba is tagjai a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének, többek között olyan személyekkel együtt, mint Egerszegi Krisztina, Keleti Ágnes vagy Darnyi Tamás. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Kisorsolták a férfi futszál Magyar Kupa 8-at döntőjének párosításait. Az előző körben a harmadosztályú Tolna Mős Futszál Sportegyesület hazai pályán győzte le a Nagykanizsa csapatát 4-1 arányban. Ágis Péter együttesére a 8-at döntőben a PTE Peac gárdája vár. A pécsiek jelenleg az NB1-es bajnokság 10. helyét foglalják el, így ők számítanak majd a találkozó esélyesének. Harmadik helyen végzett egy internetes szakportál év judósa szavazásán Pupréka, az atomerőmű ESE 27 éves versenyzője. A sportoló a tavalyi évben többek között 5. a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is. A World Tour sorozatban egy Grand Slam ezüstöt és 4 Grand Slam bronzot szerzett. A világranglista első helyén is állt márciusban. A Szent György Lovagrend szexári tagjai január 19-én pénteken jótékonysági főzést szerveznek. A vadgulyás szexárdon a Garai téren 12 óra 30-tól készül el. A szervezők a helyszínen biztosítják a tányért és evőeszközt azok számára, akik az egy tál forró ételre igényt tartanak. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a téli időjárás már enyhébb, mint évtizedekkel ezelőtt. Ez hatással van háziállataink szervezetére is. A tenyésztéseknek köszönhetően például a kutyák genetikája hordozza a mai napig az ellenálló és alkalmazkodási képességüket. A tolnai állatorvos dr. Kovács Géza elmondta, az állatok anatómiája más, mint az emberi. A szőrréteg megóvja őket az időjárási hatásoktól. Szakmai véleményem szerint nem káros, ugyanis az egy úgynevezett eustressz. Ez azt jelenti, hogy a szervezetre hatva az immunrendszert készteti még nagyobb védelemre, ugye alkalmazkodásra a megváltozott körülmények között, mert nyáron a nagy hőség az sokkal nagyobb teher, tehát egy 40 fok egy kutya, egy cica életében sokkal nagyobb teher, mint a mostani 1-2 fok. Ugyanis szintén egy tévhitet szeretnék eloszlatni, a kutyának az optimális hőmérséklet az nem 26 fok, ami a mi lakásunkban van, hanem 15. A szakember szerint, ha hőmérséklet különbség van, az életfunkciók arra koncentrálnak, hogy életben tartsák a szervezetet. Fontosnak tartja, hogy ne humanizáljuk a házi kedvencéket. Ruhát adunk rájuk, ami teljesen felesleges, mivel meggátolja az élettani folyamatok működését, vagyis a hőháztartást. A homeosztázis, ami azt jelenti, hogy a külső ingerekre, tehát hideg, meleg, stressz, a szervezet a kellőképpen ad választ. Tehát a hidegre az állat remeg, az nem azt jelenti, hogy fázik, hanem azt jelenti, hogy a hő megtartása érdekében ő az izom összehúzódással hőt termel magának, és a 38,5 fokot, ami az embernél ugye másfél fokkal magasabb testhőmérsékletet, ő ezzel a úgymond szokásával, a remegéssel ő szinten tudja tartani, tehát marad az egyensúly. Ha ez felborul, betegség következik be. A kutya, a macska az nem tud felfázni, mert egyszerűen az élettani működéséből ez lehetetlen. Az ember fel tud fázni. Tehát a kutyát jobb, hogyha nem öltöztetjük fel, viszont arra figyelnünk kell, hogyha mégis olyan környezetben tartjuk, hogy 26 fok van bent, ami az embernek azt mondom, hogy egy komfort
hőmérséklet, hogyha mi kivisszük a mínusz 10 fokba, na itt lehetnek problémák. Ugye mindig a két végletek közt az átmenet fokozatosan legyen. Az állatorvos hozzátette, a kutyák számára a legjobb alom, ha szalmát vagy forgácsot helyezünk a házukba. Regionális híreink következnek. Nem engedték felszállni a rollerest a helyi járatra, mintegy fél órát késett a pécsi busz. Balaton sokakat vonzott a jegesedő partszakasz hétvégén. Pécsi és baranyai értékek előtérbe helyezése, sikeres a Baranya kincsei projekt. Rolleres és buszvezető csapott össze az egyik pécsi helyi járaton nemrég, a bérletes utas lemerült rollerével akarta folytatni útját, de a sofőr nem akarta engedni ezt. Az ügybe be kellett avatkozniuk a rendőröknek, hogy tisztázzák, mi a teendő ilyen esetekben. Hogyan utazhatunk elektromos rollerrel a svédországi Örebro városának buszain? Ezt mutatja be ez a tájékoztató kisfilm. A videóból kiderül, hogy semmilyen problémát nem jelent a svéd buszos társaságnak, ha valaki rollerrel választja a járatukat. A jegy vásárlása után helyet foglalhat a buszon. Nem ez történt múlt pénteken Pécsett, ahol lemerült elektromos rollerével akart buszra szállni egy férfi, de nem engedte a buszvezető. Vita kezdődött, amit az utasok megelégeltek, és a sofőr mellé álltak, hogy folytathassák az útjukat. Nem velünk vitatkozzon! Azt mondta a sofőr, hogy legyen kedves leszállni! Ezt a telefonos felvételt küldték el az esetről a Pécs Aktuálnak. A kérkező rendőrök és a tükebusz jogásza, akit telefonon hívott a sofőr, tettek végül pontot a vita végére. Szállítható az elektromos roller a helyi buszokon, erre jutottak közösen. Így több mint 20 perc késés után folytathatta útját a 28Y járat. Az ügyről kérdeztük Csizmadia Pétert, aki civil foglalkozása szerint ügyvéd. Egy Európai Uniós rendelet szerint, tehát ez nem is a hazai szabályozás hiány, egy Európai Uniós szabályozás szerint ez a bizonyos elektromos roller, úgy általában a roller, az nem minősül mondjuk segédmotor kerékpárnak, nem lehet azt szerint elbírálni. Azt gondolom, hogy ez a jogalkotónak, és itt elsősorban az európai jogalkotónak a felelőssége, hogy ezt megnyugtató módon rendezze, az meg a társaságnak a felelőssége, hogy a sofőröknek pedig olyan iránymutatást adjon egységesen, amelyel ők jól és gyorsan tudnak helyesen dönteni ezekben a szituációkban. Vagyis a szabályozás szerint nem minősül járműnek az elektromos roller, így szabálysértést sem lehet elkövetni vele. Ezért, mint kézipodgyászt lehet buszon szállítani. A rolleres férfi egyébként elnézést kért utastársaitól a közösségi oldalon. Sajnálja, hogy késett miatt a busz, de úgy érezte, ki kell állnia a jogaiért. Egyébként a sofőr az akkumulátor tűzveszélyességére hivatkozva nem akarta, hogy buszra szálljon. Mindezt egy elektromos buszon, ahol hasonló, de nagyobb akkumulátor hajtja a járművet. A nyarat idézte a hétvégi forgalom a Balatonnál, a jegesedő partszakaszok miatt nagyon sokan érkeztek például Balatonpoglárra, hogy fotókon örökítsék meg a látványt a településen, szombaton szerveztek gyermekeknek is hoki mérkőzést is. A sport egyre népszerűbb a kikötőben nyílt jégpályán. Gyerekzsivajtól volt hangos szombaton a balatonboglári kikötő. Gyerek hoki csapatok mérték össze tudásukat a jégen. Fiúk és lányok egyaránt korcsolyát húztak. Négy csapat versengett a legjobb eredményért. Erre is nagyon sokan jönnek, hiszen jönnek Kaposváról, Nagykanizsáról, Budapestről. Most már ebben 4 év munkája van nekünk, hogy egy úgymond ilyen téli turisztikai attrakció megvalósult itt Balatonbogláron. Egyelőre most 1:30-ig a gyerekek ütik a korongot, utána pedig jön a közönség, este jégdiszkó. Egészen február végéig megpróbálunk nyitva lenni, ha lesz jég a Balatonon, ha nem lesz jég, de reméljük, hogy nem lesz jég, hiszen a jégpályának az nem annyira jó. De egyébként is, ha van jég a Balatonon, akkor azt gondolom, hogy ma már a közönség arra vágyik, hogy normálisan föl tudja venni a korcsolyát, tudjon mosdóba menni, a gyereknek tudjon venni egy teát, egy forró csokit, egy szendvicset a büfében, és ezt azért a nyílt víz mellett, a nyílt jégen ott nem nagyon lehet megvalósítani.
Nem csak a hoki meccs miatt érkeztek sokan hétvégén a Balatonhoz, rengetegen voltak kíváncsiak a jeges látványra a parton. Voltak, akik léghorgáztak, amíg mások fotózták, sétáltak, vagy éppen a jégvastagságot tesztelték. Ez a család Vácról érkezett a magyar tengerhez. Azért jöttünk le, hogy megnézzük ezt a gyönyörű jégvilágzás, hogy úgy mondjam. A Balaton egyelőre csak a part mentén, az öblökben és a kikötőkben indult fagyásnak, de sokan örülnének neki, ha rá is lehetne menni a jégre. Hogyha be lenne úgy fogyva a Balaton, hogy rá is lehetne jönni, mert ugye most nem, mert eléggé ilyen bordázott a jégfelület, nehezebben lehet rajta korcsolyázni, de valószínű, hogyha ez szépen sima lenne a jég, akkor rámennék és korcsolyázok, mert tudok. A gyönyörű látvány gyermeket és felnőttet is egyaránt vonz, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában, ha valaki úgy dönt, hogy rálép a jégre. A szakemberek arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás nagy mértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyesség kiismerhetetlenné válhat. A Baranya kincsei projekt a vármegyei értékek előtérbe helyezésével a baranyai lakosság körében a vármegyéhez kötődés növelését tűzte ki célul. Több rendezvény, virtuális kiállítási alkalmak valósultak meg. Az innovatív eredménye a projektnek a VR szemüvegekre optimalizált virtuális vándorkiállítás anyagai és a virtuális értéktár túrák. A projekt 232,71 millió forint összköltséggel valósult meg, melyből 232,33 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg. Baranya vármegye olyan területe az országnak, amely értékeiben hihetetlenül gazdag, ezért valamennyi itt élő ember szerencsésnek valhatja magát. A Baranya kincsei projekt elsődleges célja az volt, hogy erősítse az itt élő emberekben a baranyai identitást, a baranyai kötődést, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Projekt keretében szerettük volna Baranya értékeit megmutatni a fiataloknak, az iskolába járó generációnak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy egy 21. századi technika, az úgynevezett virtuális valóság segítségével, virtuális szemüvegeken, úgynevezett VR szemüvegeken keresztül rendezünk nekik egy kiállítást, amelynek keretén belül Baranya vármegyei értéktárban szereplő 80 érték közül közel egy tucatot mutatunk meg számukra. Több ezer fiatal láthatta a kiállítást a virtuális világon keresztül, melynek segítségével elkalandozhatott a Siklósi, a Szigetvári, a Szászvári várba. Baranya építészeti értéke is bekerültek ebbe a virtuális tárlatba. Mint a Drávaiványi református templom festett kazettás mennyezete, vagy éppen a ma már a hungarikumok közé tartozó zsolnai kulturális negyed, a Székesegyház, és még folytathatnánk a sort, de természetesen gondoltunk arra, hogy a megye természeti értékei is szerepeljenek a kiállításból, mint az Abaligeti cseppkőbarlang, az Orfi tavak mesés világa, vagy éppen a Harkányi gyógyfürdő. Az volt a célunk ezzel a kiállítással, hogy a fiatalok megismerjék azt, hogy milyen értékek között élünk, és amikor a családdal kiránduláshoz keresnek úticélt, akkor ne csak távoli az ország másik pontján lévő kirándulóhelyek, úticélok jöjjenek szóba, hanem bizony vegyük számba a baranyai úticélokat, és bizony az volt a tapasztalat, hogy nagyon sokan a fiatalok közül még nem jártak ezekbe a csodálatos épületekbe, helyszíneken, a zsolnai kultúrális negyedben, vagy éppen a Zengő csúcsán épített kilátóban. Őri László vármegyei elnök abban bízik, hogy a kiállítás kimozdítja a fiatalokat, a családokat, és felkerekednek, megnézik a csodálatos baranya kincseit. A projekt eredményeire közel 3 hónapos disszeminációs online, offline és rádiós tájékoztató kampánnyal hívta fel a figyelmet a Baranya vármegyei önkormányzat. A digitális kampányban szintén szerepeltek a tematikus filmek. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A fejlesztés eredményeként a közösségi tervezés, a rendezvényeken és a virtuális kiállítás alkalmakon 285 vármegyei település, összesen 301 lakosát sikerült elérni. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. A magas hozamok vezérlik a népszerűséget, új értékpapírokat bocsátott ki az állam. Tervek Tamásiban, 40 éves a település. Halhatatlan példaképek, olimpiai bajnokok látogattak Szekszárdra. Állatorvosi tanácsok, a hideg időjárás hatásai az állatokra.
Szerdán egy meleg front éri el hazánkat, napközben fokozatosan felélénkül a déli szél, mely estére sokfelé meg is erősödik, éjszaka egyre több felé lehet számítani esőre. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!